Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards Hun helyett, a Football Cards Hun, de mégis gamingelünk viszont focis kártyákkal. Na, nézzük akkor. Első körben miatt belekezdenénk a szágába, előtte mindenféleképpen beaktiválunk pár kártyát. Szombaton lesz kártyaháború, úgyhogy próbáld így összetenni a képet, hogyha gondolod. Illetve nézd meg a szombati kártyaháborút majd. Jó, azt mondja, hogy írom a kódot, és nézzük akkor, mert ezek nem gyenge lapok lesznek, amiket szeretnék az alkalmazásba tudni, mint mondjuk ez a Marquinhos, de lesznek ennél jobbak. Ezt mindjárt be is lőjük. Azt mondja, hogy egy kis kódbeváltás, illetve a bónusz csomagra is rámegyünk, mert ha 35 beváltasz, akkor jár bónusz csomag. Hoppá, hoppá. A Beckham. Jaj, kis megfulladások. Kis Beckhamek. Oké. Okay. Nézzük a következő delikvenst, aki ugyanúgy nagyon hasznos lesz a csapatnak, de mindjárt mondom is, hogy ki és miért, ez egy Van Dijk és védő, mert hogy nagyon kevés a védőnk. Na még egyet lőjünk be, aztán a többit már nem akarom leszpoilerezni, meg hát úgyis azért ott még lesznek durva izgalmak, úgyhogy tényleg nem lőjük le a point. Jó. Hát ez már megvolt, hát jól van. Akkor mindegy, 25 coin. Az se rossz. Engem a bónuszpak érdekelt igazán. Nézzük, hogy ebben mi van. Azért vannak benne jók. Nem rossz, nem rossz. Voltak duplák is, de bizony, hogy volt a bónuszpakban olyan csillogós, ami nem volt meg nekünk, tehát így is fejlődünk. És muszáj fejlődni, mert megyünk az egyjátékos szagára tovább, ahol is most már Bayern München ellen kell játszani, és nincsen fluo kártya, úgyhogy de király, hogy beváltottam a fluót, mert semmi értelme. Óriási. Ki kell szednünk a fluo lapot, ami nincs is a csapatba, úgyhogy elvileg mehetnénk ezzel. Viszont mert 4000 a megengedett érték, ezért tudunk egy picit fejleszteni Kubarsival, ami azért eléggé hasznos, mert a középpályára mondjuk a Beckhamet odatoljuk, ha már beváltottuk, érted? Igen, nincs a fluo lapunk, akkor pörögjön a játék, nézzük meg! A Bold Silver Icon, azaz én, összecsapok a nagy Bayern Münchennel. Én biztos vagyok benne, hogy a Bayern Münchennek lesznek nagyon-nagyon-nagyon durva lapjai, úgyhogy nem árt óvatosnak lenni. Illetve minden Bayern Münchenes lap kap egy erősítést szokásos módon, úgyhogy erre is figyelnünk kell. Ha kicsit okosabb vagyok, akkor Bayern Münchenes lapokat tettem volna a kezdőmbe, de azért ennyire ne néz belőlem sokat. Harry Kane Golden Baller, erre lehetett számítani, ezzel nem is tudom felvenni a versenyt, csak egy Harry Kane Golden Ballerrel tudtam a döntetlenre kihozni, úgyhogy 1-0, de reméljük, hogy több Golden Ballerre nem lesz. Középpályázik, akkor a Szobót vesszük elő, mert ő 98-as Konrad Laimer jön ki, aki a Lipcséből ment át, tehát egykor ők csapattársak voltak, úgyhogy a Pacsi mellett Szobó azért egy gólt is bevar. Nagyon jó. Menjünk, akkor maradjunk a középpályán. Nézzük meg az Arda Güler 96-ját, nem tud rá mit lépni. Nagyon durván megvágták a teammate kártyák pontszámait, ez a Goretzka, hogy 78-as, hogy közelében nincs a 80-nak. Mert még csak nem is 79-es, ez nagyon durva vissza downgrade-elés szerintem. Jó, menjünk egy Csivicsel, aki limited, tehát nagyon jók a pontszámai, és a Kimmich se tudja, még a 79-et se, ez irreálisan visszavéve a pontszám, amúgy ez már gusztustalanul. Jó, nézzünk meg egy támadást, nem a legjobbat hozom ki, csak egy 96-os Tossard. Matthias de Ligt, jó, egyenlőre jó, aztán majd meglátjuk persze. De most már kényelmesen vezetünk, azért azt lehet mondani a 4-1, hogy ez meglepően kényelmes egy Bayern München ellen. 91-es Fradis, ezt azért le lehet győzni, és le is győzi pont, amikor hozom a gyengébb Fradis Traorét, akkor ő pont hozza az erősebb fluót, amit amúgy én nem is használhatok, úgyhogy köszi gép, önmagában jó fej vagy. Nézzük, hogy mi van. Meglepetések meglepetése. Húha. Na jó. Próbáljuk meg Sziszét. Á, nem tudtuk felvenni a versenyt. Hát nem lesz meg így a három csillag. Ezzel nem tudtuk felvenni a versenyt a Kubarsi se. Tehát a Rising Starunk se tudta volna. Mindegy. Oké.
Hát ezt viszont be kell húzni. Tehát ez egy 98-as Bappé, gyerekek, az muszáj. Meg is van szerencsére, jó. És akkor most nem szabad hagyni neki területet, és ezt egyetlen egy lappal tudom megoldani, a 97-es Beckhammel. Nézzük, hogy ő erre mit lép. Egy egészen jót lép rá, de nem tudja felvenni vele a versenyt, még felerősítve se. Jó. Ennek azért örülök, mert itt most már a három csillag a tét konkrétan, úgyhogy nem szabad elszórakozni egy másodpercig se ezt a meccset. 92-es jó, Delikt nagyon jól védekezik, de nem jól támad. 80-as csak a támadása. Oké, lesz még egy ilyen necces szituációnk. Ezzel a Courtois-val azért 82 az nem egy életbiztosítás, azt kell, hogy mondjam. Nézzük. Jó, megvan, de ez azért itt némi izgalomra adott okot. A lényeg, hogy elvileg pont megvan a három csillag, azért ezt nézzük meg. De ez nagyon szoros volt a három csillagot tekintve. Jó, megvan a három csillag. Oké. 8-3. AC Milan, amit elvileg jobbnak tagsál a gép, és nincsen LDS kártya, úgyhogy elvileg tudunk itt is játszani. Próbáljuk meg, mert nem tudom, lett ennél jobb keretet, ennyi limiteddel. Azért nehéz összerakni, szerintem elég jó ez a csapat. Az összérték is nagyjából ki van maxolva. Golden Ball-et már nem is tudnék belerakni, mert ugye akkor túllépem a pontszámot. AC Milános kártyám, hogy van-e, szerintem nincs egyébként. Abban tudtunk volna javulni, hogy beleteszek Milánosokat, ez nincsen. Kezdjünk egy gyengébbel, Kubarsi, nézzük meg, hát ha kidurrantja Teo Hernándezt. Kidurrantja Teo Hernándezt, okosan döntöttünk, én azt hiszem. Jó. Akkor ez megvan, ezt letudtuk, de nincsen Golden Ball-re. Mostantól lehet akkor egy picit rámenni itt a dolgokra, bár szerintem LDS Rafael Leao-ja az van. 97-es, a legjobbamat, az egyik legjobbamat elhasználtam. Egy 76-os ellen. Ez van. Nem baj. Megyünk tovább. A lényeg, hogy egy-egy. Nézzük meg a Szobót, hát ha kirak most valami durvát. Mert nekünk is durva. Szobó kirakja a Pirlót, és Pirló azért legyőzi a Szoboszlait, nem tudja felvenni a versenyt. Főleg a stadion kertje az, ami most itt betett nekünk, bár összértékbe is döntetlen esetén is ő nyert volna. Jó, középpályára megyünk, akkor még durvábbat tudok kitenni, mint a Szobó, de most pont nem kellett volna. 2-2, nem nagyon szabadna több gólt bekapnunk, még egyet bekaphatunk, de aztán utána már nem. Nehéz, nem egyszerű. Toljuk ki a Bappét, nézzük meg egy 98-as Bappéra, milyen válasszal rendelkezik. Teo Hernández! 94, felerősítve 95, ez egyáltalán nem rossz lap, közel volt, de Bappé azért vitte. Jó. Oké, nézzük meg a Tosszárdot. 96-os, az jó. Ez azért valljuk be jó. Hát Rafael Leao-t rossz poszton szerepelteti a buta. Ha, pedig ez a Rafael Leao, ez nem ezt érdemli. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó lap ahhoz, hogy ilyen buta módon használja el. 96-os, Jézusom, 96-os Arda Güler. Jó, ez egy dominator Rafael Leao, ez nagyon buta, amit csinál egyébként. Ez elképesztően felelőtlen döntés, mert nincsen így már semmilyen csatárja, és egy kapussal kell támadnia. Hát itt most elmegyünk a gyerek mellett, de csak azért, mert nagyon rossz döntéseket hoz, és nem feltétlen azért, mert ez nem lehetett volna szorosabb, mert ha jó helyen hozza az embereket, akkor még a három csillagot is el tudta volna venni tőlem. Így jár. Tehát gondolom ez gyakorlásnak kevés egyébként a nagy összecsapása. Hát szerintem kihozom védőbe Adama Traorét, hogy Peti elleni KH-ban. Ez kevés lesz, tehát ott a Peti ez sokkal jobban fog dönteni valószínűleg. Úgyhogy nagyon kell majd figyelnem. Na mindegy, a lényeg, hogy próbáljunk meg, amit lehet, úgyhogy a három csillag az szerintem jönni fog, és jött is, így van. Úgyhogy haladgatunk tovább itt a videókát, minden nap lesz videó, úgyhogy légy, iratkozz fel, nagyon sokat segítesz vele. Like videóra, ilyesmi, ezeket mind nagyon-nagyon szépen köszönöm, megvan a három csillag, illetve a gamingen elkezdtük a közös Manchester United karriert, oda is kukancsát. Következő videóban igazából nem kell messzire mennünk, ugyanúgy Milánó városában maradunk, sőt a San Siro-nál maradunk.
annyi különbség lesz, hogy a Rising Starokat, a Momentumot, hát jó van, de az Rising Star-t mindenféleképpen ki kell vennem a csapatból, és egyébként kártyát lehet nyerni, egy Bastoni kártyát, úgyhogy ezt meg kéne nyerni, és utána a Real Madrid ellen is fogunk játszani. Az komoly, a Real Madrid ellen is fogunk játszani. Na, ez durva lesz a következő részben. Úgyhogy ezt csapatjuk ezerrel tovább. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a Saga végigjátszásnak a, hát igazából Bayern München AC Milános részét. Legközelebb találkozunk a következő videóban. Sziasztok!